a boxsal kezdtem Halász Gábornál, nyilván minden ott kezdődött, utána Szőcs Gábornál, ott ment a tanulás. Jött a grappling, a brazil jitsu, a box, a kickbox, aztán Ausztriába mentem tovább tanulni a Carson Gracie-hez. Ott voltam 7 hónapot kint, ott is nagyon sokat tanultam. Ott is vizsgáztam ugye a kickbox edzőiként, meg a grapplingből is. Aztán itthon folytatom a munkát, amit elkezdtünk. A Maori team tagjai közül többen is a kickboxsal egyébként a nemzetközi szinten sikerekben gazdag küzdősport mellett tették le a voksukat, persze első lépésben. Így például az edzéssel járó hölgyek egyike is, akinél, ahogy a kesztyűzésből is látszik, ami az ütések számát, erejét, nem utolsó sorban a kombinációkat illeti, nos, Enikő valóban alapozhat az amatőr ökölvívó múltjára. Már egyébként műfajváltásra, a kickboxra készül. Ők annyi az előnyöm, hogy ugye aki kickboxolni megy, ők nem fordítanak annyi időt a kézmunkára, mint amennyit én csak a boxban. Szóval valószínűleg ezzel előnyben leszek, viszont a lábmunkával meg ugye hátrányban, de ezen próbálkozunk, ezt próbáljuk felhozni. Krisztián szervező, több csapatod ide, jönnek sokan vendégek, és ők közöttük is vannak hölgyek, szerintem velük is tudok majd edzeni. Felkészülünk az MMA-ra, a kickbox versenyeken fog indulni, úgyhogy most hozzuk fel a lábmunkáját neki, aztán majd kiderül, de úgy néz ki, hogy jó lesz. Állóharcból, a brazil birkózásból, a jiu-jitsuból ismert lábra támadással kényszeríti földharcra az oktató tanítványát. Íme a komplex ketrecharc két fontos eleme. Vas Krisztián egyébként Dél-Dunántúl egyik feltörekvő MMA-sa, aki sokat dolgozik azért, hogy sikeres legyen ebben a komplex sportágban. Több sikerélményre adó meccs már azért van mögött. Az utolsó budapesti az most nagyon jó volt, mondjuk az egy ADCC verseny volt, egy világverseny, az nagyon tetszett, ott nagyon jó volt küzdeni. Baján is volt nagyon jó, nagyon komoly ellenfele, de itt Szexárdon is volt például egy nagyon komoly ellenfelem, aki az idáig veretlen volt, és akkor csak én tudtam megverni. Azóta ő kint él Amerikában, ott kint is versenyzett, és ott kint is elég jó eredménnyel, úgyhogy az is nagyon jó volt. Minden meccs előre visz, szerintem a vereségek ugyanúgy talán még jobban, mint a győzelmek. A fiatal fiúktól kemény áldozatos munkát igényel, ha előre akarnak lépni, hova tovább versenyezni is. Gyorsaság, mozdulatgyorsaság, technika csiszolása mellett az erőfejlesztés is állandóan napirenden kell, hogy legyen.